5 éves koromban kezdtem Szekszárdon focizni, és 3 éve vagyok itt a PMFC-nél, U16-ba érkeztem. És nagy nap volt ez a mai, miért is? Igen, hát először sikerült bemutatkoznom a felnőtt keretnél, felnőtt csapatban, és egy fél időt tudtam játszani. Milyen volt, mesélj? Nagyon nagy élmény. Az öltözőben mindenhol játék, nagyon jó, nagyon tetszett. Mik a célok itt a PMFC-nél? Hát oda kerülni a felnőtt, tartósan ott maradni, és az NB1-nél ott oda kerülni, az NB1-be. Hogy ment majd a játék? Mesélj egy picit bővebben erről. Hogy érezted magad a pályán? Úgy ment, ahogy elképzelted? Milyenek voltak a társak? Hát először nagyon furcsa volt, így hogy felnőtt más a ritmus, de utána azért jól ment. A társak meg mindenki segített, próbált ösztönözni, nagyon jó volt. Kezdjük azzal, hogy érzed magad mostanság, nagyon fordult veled a világ, ugye itt vagy a felnőtt csapat keretében, számos edzőmérkőzésen vagy túl, hogy érzed magad mostanság? Nagyon jól érzem magam, igen, sikerült, úgy érzem, fölkerülni a felnőtt csapathoz, jól is megy a játék, úgyhogy most mindennel meg vagyok elégedve. Nagyon sokan dicsérik a játékodat, sikerült felvenni a felnőtt ritmust? Örülök neki, hogyha így látják. Hát igen, próbálkozok, az elején kicsit nehezebb volt, de most már úgy érzem, hogy kezdek teljesen beilleszkedni. Ugyan látod a meccseket? Milyenek voltak eddig a felkészülési mérkőzések? Úgy gondolom, hogy egytől egyig minden találkozónkon sikerül dominálnunk. Próbáljuk ráerőltetni az aktuális csapatra, az aktuális ellenfélre az akaratunkat. Úgy érzem, hogy eddig jól sikerültek a találkozóink. Bízom benne, hogy sikerül bemutatkoznom tavasszal az NB1-ben. Nagyon ezért dolgozok minden nap, a csapatról pedig annyi, hogy szerintem mindenképpen följebb fogunk végezni a tabellán, mint ami helyet most elfoglalunk. Egy horvát ellenfélre játszottunk, egy harmadosztályúval. Szerintem az eredménynek örülhetünk, és hát 6-1-re nyertünk. Megérzésem szerint jól játszottunk. Milyen érzés tűz közelben lenni a felnőtt csapattal készülni, meccselni, milyen érzések vannak benned? Hát sokkal nagyobb akaraterő kell minden edzéshez. Sokkal jobban oda kell figyelni, ugyanis gyorsabb a játék, mint az U19-es bajnokságban. De azért gondolom, a társak segítenek. Persze, mindenben segítenek. Mire számítasz a folytatásban? Hát további sikerekre a felnőtt kerettel.